Táncínház után egy olyan grafikus művész táratára látogatunk, akinek képei előtt, ha nem is táncolni, de mozogni mindenképpen kell ahhoz, hogy a térbeli játékokat igazán érzékeljük. Orosz István animációs rendező, plakáttervező és nem mellékesen Kossuth Díjas grafikus művész tematikus táratán jártunk a Forrás Galériában. Orosz István az a művész, akinek a képeire nem elég egyetlen pillantást vetnünk ahhoz, hogy kiderüljön, mit is látunk. Hosszan kell egy-egy művet tanulmányoznunk, hogy rájöjjünk. Szemünk megcsal bennünket, és a háromdimenziósnak látott kép valójában síkban van. A grafikus művész építészeti témájú képeit gyűjtötte össze a kiállításra, amelyet Makovecz Imre emlékének ajánlott. Különösen vonzódik a geometrikus formákhoz, ezért műveit nem máshol, mint az oktogon közelében levő Forrás Galériában állította ki. A tárlat egyik főműve is kötődik a helyhez. Sarokház az Andrássy út és a Népköztársaság útja kereszteződésében. Nem biztos, hogy az egészen fiatal korosztálynak értelmes ez a kép, az idősebbek pedig valószínűleg észreveszik benne a paradoxont, az viszont érvényes kicsikre és nagyokra is, hogy észreveszik a kép paradoxonját, tehát azt, hogy ha akarom egy sarokházat, ha akarom egy udvar belsőt, látunk a képen. A paradoxonok lehetetlen tárgyak és épületek mellett az Orosz István védjegyévé vált anamorfózisok közül csak egy kapott helyet a mostani kiállításon. Módunk volt ez év nyarán a Pekingi Szépművészeti Múzeumban, majd azt követően a 14. Pekingi Nemzetközi Art Expo-n bemutatni a művész alkotásait, és a kínai állami televízió az esti 8 órás híradóban 4 napon keresztül hozta Orosz Istvánnak ezt az alkotását, ugye ezt a anamorfózist, amely egy vetült kép megjelenése az érdekesség egy tükörhengeren, és a Magic Man néven vált ismerté Kínában. Több mint 200 ezeren keresték fel a kiállítását, és hatalmas siker volt. A kínai állami televízió nézettségéből kiindulva, Orosz István nevét több mint 1 milliárd ember ismerhette meg. A Magic Man-ként apostrofált művész azonban ezen a kiállításon teljesen új műveit is bemutatja. Úgy néz ki ez is, mintha térbe lenne, ráadásul úgy néz ki, mintha megépíthetetlen módon lenne a térbe, hiszen ilyen formáció nincs, de hogyha az ember megfogja, leakasztja, akkor rájön, hogy mégse egy térbeli dolog, hanem egy síkbeli dolog. Ez csak talán a különböző színezésű falemezek összejátszása folytán úgy tűnhet. A kiállítás egy-egy darabja nem csak a művész filozófiájához, hanem személyéhez, példaképeihez is közelebb visz minket. Ebbe a könyvtárosba is nagyon sok könyvtáros benne van, akire én gondolok. Nekem például édesapám is, édesanyám is, sőt a húgom is volt egy időben könyvtáros, úgyhogy hogyha az ember közel megy, nagyon közel a képhez, és megpróbálja elolvasni, hogy milyen nevek vannak írva a könyvek gerincére, akkor azokra a személyekre lehet rátalálni, akik nekem valamilyen szempontból fontosak voltak, akár szívesen olvasgattam őket, de inkább akik az én a képzőművészetről kialakított véleményemre hatottak. Ifjabb Hans Holbein nevét is észrevehetjük a könyvek gerincén. Orosz István nemrég megjelent könyvében a német művész 1533-ban festett Követek című művét és egy Holbein hamisítványt vizsgált meg. Azt is tudjuk, hogy ki volt, aki a hamisítást elrendelte, ugyanaz a követ volt, aki a Követek című kép főszereplője, tehát ez valaha egy helyen lógó és egy megrendelő által készítetett két képről szól a könyv, illetve hát számomra azért a hívó dolog az volt ebben a könyvben, hogy egy anamorfózis szerepel, egy furcsa eltorzított, ravaszul elrejtett ábra szerepel ezen a képen, egy koponya. És hát én ilyen anamorfózisokat elég sokat csináltam életem során. A kiállítást az eredeti tervek szerint Makovecz Imre nyitotta volna meg, de ő szeptemberben meghalt. A köszöntő beszédet így Jankovics Marcell mondta el, aki már 35 éve Orosz István barátja. Legújabb animációs filmjében az Ember tragédiájában is dolgozott a grafikus művész. Indulási pont az volt, hogy én kértem meg őt arra, hogy nyissa meg az én januári kiállításomat,
Viszont Marcel rendben van, akkor te nyisd meg az én kiállításomat. Ő csinál, azok mindig elgondolkoztatók, és például, hogyha nekem egy Orosz István grafikám van, azt szívesen nézem reggelizés közben, mert akkor az nekem mindig beindítja valahogy a napomat. Egyfajta gondolkodásmódot, és a közös bennünk sok minden egyéb mellett az az, hogy az ő képei is a múltban fogannak. Egy olyan menekülés ez, ami a jelen csúnyasága elől egy lehetséges választás. A jövőt nem tudjuk választani, mert az ismeretlen. Tehát most Jankovics Marcellen a sor, hogy megnyissa Orosz István kiállítását, de január 26-án felcserélődnek a szerepek és a képek is a Forrás galériában.